Sziasztok! Most pacal pörköltet csinálok, ilyen gyorsított verzióba, pontosabban körmös pacal. Tehát ez 90-dek a pacal, ezt a Lidl-ben vettem, ilyen tök szép fehér volt, azért vettem meg. Meg vettem hozzá egy ilyen kilós körömcsomagot az Osamba, és ugye hát egybe fogom megpőzni. Leginkább azért, mert a lányaim a pacal pörköltnek, meg a köröm pörköltnek is csak a szaftját eszik. A párom meg szereti a pacal pörkölt ízét, de nem szereti a pacalt, és neki meg szoktam körmöt, vagy füstölt csülköt, vagy valamit mindig belefőzni, és akkor megint a szaftot eszi azzal, úgyhogy most fogja enni a körmöt, én a pacalt, a lányok meg a szaftot. És ez nyers pacal, tehát elő fogom főzni, és azt a kuktába kezdem, másfél liter vizet már beletettem melegedni, meg külön fölforraltam másfél liter vizet. Tehát 3 liter vízbe főzöm ezt a 90 deka pacalt, teszek rá 3 púposkanál sót, és ennyi. Tehát még azt a 2 szem babérlevelet se, ráteszem szépen, na és milyen egyszerre, hogy rá tudtam tenni a kuktának a fedelét. Nyomás alá tettem, és ezt most 1 órát fogom nyomás alatt főzni. Na és ugye sehol nem írják, hogy nem lehet 2 edénybe főzni egy adott ételt, úgyhogy egy másik lábosba meg elindítom szépen a körmöt. És ugye a pacalhoz még mielőtt írnátok, azért nem teszek semmit, mert hogy babérlevél, meg hagyma, meg egészbors, meg mit tudom, miket szoktak tenni a párolólébe. Én régen is csak babérlevelet tettem, de rájöttem, hogy ha ilyen bővízbe csináljátok, akkor nem kell váltott víz, mert bőven az a erősebb íz, úgymond, ami van a pacalba, meg illat, az annyi vízbe bele tud főni. És a másik meg, hogy ne dolgozzunk már azon, ha valaki szereti a pacalt, hogy most annak eltüntessük a pacalnak, ugye sokan azt mondják, hogy szagát, tehát aki azt mondja, hogy szaga van, az nem szereti azt az ételt. Tehát simán 1 óráig előfőzöm, már majdnem puha lesz annyi idő alatt, és itt most a körömpörköltet megcsinálom a másik edénybe, és pontosabban elkezdem, és amikor a pacal jó lesz, akkor leszűröm, lemosom, visszateszem, és rá fogom innen borítani, attól függően, hogy milyen állapotban lesz a köröm, ráborítom a körmöt, és még az egészet együtt egy picit még nyomás alatt fogom főzni, és nem lesz 2 óra az egész az előfőzéssel együtt, legalábbis nagyon remélem. Ez most 10 dek a füstölt szalonna volt, ez 3 darab hagyma, csak ebből ki kellett vágni egy ilyen részt, tehát 3 nagyobb hagyma, 1 kiló körmöt ugye megmostam, itt főleg itt a ujjak között nézzétek meg, hogy ott nem maradjon bent ilyen kis bőrrész, így lepucolgattam, és most a szalonnát lepirítom, és a hagymát ráteszem szépen pirulni, és ha megpirult a hagyma, beleteszem a körmöt, és tehát csinálok egy pörkölt alapot, és elkezdem szépen főzni ezt külön. És ha a szalonna kipirult, mehet bele az összevágott hagyma. Látjátok, ez jó sok, de eleve sok szaftot szeretnék, és második, hogy a pörköltöknél mindig, hogyha ez ilyen kockahúsból készülne, legalább egy akkora kupac hagyma kell, mint amekkora az összevágott hús, tehát ez a 3 fej hagyma, ez simán kell bele. Egy 1,5 teáskanál sót már most ráteszek, és elkezdem szépen lepirítani a hagymát. Dobok bele babérlevelet, 3 ilyen közepeset, meg egy picit, mert az most nem árt, ha egy picit meg van pirítva, és már a borsot is ilyenkor rá lehet tenni, hogy az is, ha kap egy kis erősebb pirítást, jó ízt ad neki. Hát ízlés szerint lehet ugye borsozni, vagy egy kis csípős paprikát is teszek bele. A lényeg, hogy ezt most jól megpirítom ilyen aranybarnára. Addig ez meg már elkezdett szépen sziszeregni a kukta, úgyhogy most le is veszem takarékra, és akkor mostantól 1 órát főzzem a pacalt. Na, a hagymát ilyen jó, tényleg ilyen arany vagy rozsdabarnára pirítottam, ezért imádom egyébként ezt a AMT öntött alumínium edényt is, vagy ha van egy öntött vas lábosotok, az ilyen pörkölteknél annyira jó, mert olyan szépen elosztja a hőt, hogy nagyon nehezen ég le benne. Egy púpos teáskanál, evőkanál, fűszer paprikát ráteszek, így első körbe, aztán a végén még lehet, hogy szórok rá egy picit a színe miatt, de már azt szeretném, hogy az íze följön bele. Elkeverem, és ráöntök egy
hát most tök mindegy, ez egy fél literes kancsó volt, öntök rá vizet, hogy ne égjen meg, mehet meg bele a körmök, ezt most nem pirítottam meg, mert lesz ennek olyan íze, hogy nem fogok külön pirítgatni. Úgy, szépen. Akkor mehetnek bele az ízesítők, amik teljesen klasszik, ugye a pörkölteknél nem szokvány. Nagyon rászoktam, hogy ezt a cayenne borsot használom, ez ilyen amerikai csípős fűszerpaprika, mert nem túl csípős, ez egy mokkás panálni, de lehet, hogy én még annyit sem teszek bele, csak egy késhegynyit a lányok miatt. De tettem bele egy pici csípős paprikát, ugye a só már benne van, majorannával egy ilyen normál teáskanállal, köménymagból is teszek bele egy normál tejáskanállal, ebből lehetne púposat, de a végén megint a kis kedvenc technikámat, hogy a köményből és a fokhagymából a végén fogok beletenni egyet, úgyhogy most 4 gereszt fokhagyma megy bele, és a kömény meg a fokhagyma az a végére egy-egy gerezdet meghagyok a hőkezelés utánra, mert sokkal jobb íze van, ugye ezeknek nagyon magas az illóolajtartalmuk, és kifőfőzés közben, de hát az ételbe szeretném, hogy belefőjön, azt viszont nem akarom, hogy a végén ne legyen egy jó, kellemes, intenzív íze, úgyhogy most szépen ezt a 4 gereszt fokhagymát összevágom, és mehet bele a... Azért nem reszelem ezekbe, mert magas nyomáson is lesz főzve, annyira szét fog főni, hogy teljesen felesleges, na még ezt is beleteszem. És öntök bele egy ilyen deci, asztali vörösbort is, tehát nem kell, de ha, mert most ez volt itthon épp ilyen főzésre, de ha van valami jó minőségű borotok, tehát minél jobb alapanyagokkal főztök, annál jobb lesz. Úgy, és akkor ezt is szépen lefedem, és elkezdem puhára párolni. Ja, és a lényeget majdnem kifelejtettem, a lecsót, mert azt is kéne bele egy paprika, egy paradicsom, de hát mindig megmutatom, hogy hiába ilyen piros, ennek nincs íze, és most már paprika is annyira ilyen fakó húka volt, hogy én nem voltam hajlandó megvenni, úgyhogy ebből szedek ki bőven a paprikából egy olyan egy paprikányit, és akkor öntök rá annyi levet, amennyi. Hát körülbelül egy ilyen fél üvegnyi lecsót beletettem. Nem kell, hogy lecsós legyen, de azért ez lesz annyi szap, meg lesz annyi cucc, hogy jó legyen. Tehát vagy egy paprika, egy paradicsom, ha mondjuk nyáron csináljátok, vagy egy fél üveg natur lecsót, tök jó vele, és akkor na, most már főhet. Köretnek meg sósvízben főtt krumplit teszek oda, kockára vágva, én egyébként kenyérrel fogom enni, de a lányok azok szeretik krumplival. Na, eltelt az egy óra, vajpuha lett már maga a pacal, és hál' Istennek azt nagyon nem lehet szétfőzni. Úgyhogy leszűrtem, ellöblítettem a kuktát, hogy ami fagyú esetleg kifog belőle, az ne menjen bele, és a közben már elég jól kinéző körmöt fogom. Ráöntöm, és megnézem, hogy mennyire van a köröm megpuhulva, annak még kell. Úgyhogy most szépen fogom, és ezt még legalább egy fél órára visszateszem nyomás alatt. Hát ezt most addig fogom főzni a kuktában, eddig szépen meg nem puhul. Ja, és akkor most kell bele a egy fokhagyma, meg az egy kömény, úgyhogy ezt még gyorsan kinyitom, ezt még beleteszem. És már csak egy jó tanács a végére, hogy amikor megfő a sós krumpli, szűrjétek le, mert tudom, hogy így szárad egy picit, viszont nem lesz ilyen vizes vízű, nem eztetje a szaftot, hát a kaja az meg így néz ki. Rommá főt megkóstoltam, most nem fogom itt megkóstolni, mert nem most ebédelünk, vajpuha a pacal, a körmök is, nagyon-nagyon jó lett, úgyhogy örülhettek is, hogy nem élőbe kóstolok. Nyugodtan készítsétek el így, egy isteni kaja, és így az egész család jól tud belőle lakni. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!